Ez a svéd művész által kézzel készített jegesmedvés üvegszobor mától a Nyíregyházi állatparké. Azt szimbolizálja, hogy osztatlanul egyedüliként kapták meg az Európa legjobb állatkertje címet a 250 és 500 ezer közötti látogatószámú kategóriában. Ez 29 országból 126 állatkertet ölel fel, amelyeket 40 mutató szempontrendszer alapján értékeltek. Ezt nem egyetlen dolog dönti el, az elmúlt évek fejlesztéseit is figyelembe vesszük. A rangsort egy olyan szempontrendszer szerint állítjuk fel, amely 40 mutatót tartalmaz. Ilyen például a faj megelőzési programban való részvétel, hogy milyen oktatási tevékenységet végez az állatpark és az institút programok támogatása. De figyelembe vesszük a fejlesztéseket, valamint a zöld kifutók nagyságát és mennyiségét is. A Nyíregyházi állatpark minden területen folyamatosan fejlődik, ezért kíváncsian várjuk a következő évek újításait. Az összetett szempontrendszerben jól teljesített a sóstózó. 9 ponttal többet szereztek, mint az előző évben, úgy, hogy a Hotel Pangea még nem számították bele a fejlesztésekbe. Mi nagyon sok ritka fajt tartunk. Milyen hangsúlyt fektet az állatkert az oktatásra? Nagyon sok, közel 3000 gyermek tanul ilyen-olyan táborokban állunk, nyári táborok vagy erdeiskolák keretében. Ez nagyon fontos. Az ismeretterjesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk, és ez is egy fő szempont volt nálunk. Illetve hát azért az lényeges, hogy a Nyíregyházi Állatpark egy sikeresen működő gazdasági vállalkozás is, tehát eltartja saját magát. Nem külső finanszírozásból él, mint a legtöbb európai állatkert önkormányzat vagy kormánypénzből. Tehát ez nagyon lényeges. Természetesen a fejlesztések, amik nagyon dinamikusak voltak az elmúlt években, nagyon sokat tettek a labda ezek a fejlesztések elsősorban a Modern Városok program keretében valósulhatnak meg. A 140 állatkerti dolgozó lelkiismeretes munkája mellett Nyíregyháza önkormányzatának támogatása is nagyban hozzájárult a díj elnyeréséhez. Az elmúlt években számos fejlesztést támogattak anyagilag is. Ami elkészült itt maga Pangea Hotel, vagy amit most nyitottunk meg, korábban a látogatócentrum a bejáratnál, elkészült a Hópádusz kifutó, korábban ugye az Andok ösvény, a Viktória ház, és hát a következnek az India ház, és hát a legnagyobb attrakció talán a jégkorszak, aminek most indul a tervezése. A kivitelezési tendert szeretnénk jövő nyárig kiírni, annak érdekében, hogy már a következő évben annak a beruházásnak a megvalósítása is elindulhasson. A Nyíregyházi Állatpark Kelet-Magyarország első számú turisztikai attrakciója, és Európa legjobb 12 állatkertje között tartják számon. A létesítmény fennállásának legjobb évét zárja idén, ugyanis túllépik az 530 ezer látogatót. Ez azt jelenti, hogy idén indulhattak utoljára a C kategóriában.